élőbe. Van jósága pólósom. Nagy nap ez a mai. Ismét vélemény nyilvánítás folyik. Ugyanezen a helyszínen nyilvánítottunk véleményt. A vélemény nyilvánításomnak az oka a következő. Ismét kilettem tiltva Kövér László házmester háza elől. Azért, mert ezt szerettem volna mondani neki, hogy valami nem stimmel az országban. Nincsenek megoldva devizahiteles problémák. Az ország nagyon a diktatórikus irány felé tendál. Nem hallották meg a hangomat. Most kénytelen vagyok egy új megoldást keresni. Ha oda nem tudok bemenni a Nyár utcába, akkor olyan helyre megyek, ahol, és ott fejezem ki a véleményemet, ahol minden bizonnyal meg fogják látni, és tudni fognak erről a vélemény nyilvánítási Na, a véleménynyilvánítós, szép jó reggelt nektek is. Mi megkezdjük a szokásos véleménynyilvánítási akciónkat. Fiúk munkába lendültek. Nagyon ügyesek, van közöttünk alpinista, nem is egy, kettő minimum. És majd itt fel fog kerülni egy nagyon egyszerű véleménynyilvánító plakát, egy olyan egyszerű véleménynyilvánító plakát, amiben nagyon lényegesen benne van a mi mondani valónk, ami most folyik ebben az országban. 28 évvel a rendszerváltás után ez elég szomorú, hogy ma Magyarországon diktatúra van. Na, nézzük a fiúk, hogy mennek felfelé. Lassan araszolnak. Hát remélem, hogy nem fog ma nagyon szakadni az eső, és nem az eső fogja szétverni. A mondani való rokkant egyszerű, az a neve, hogy diktatúra. Igen, én is ezt tapasztaljuk nap mint nap a mindennapi életbe. Azt veszem észre, a szabad vélemény nyilvánítás gyakorlását korlátozni akarják. Szólásszabadság és sajtószabadságot. Most a múlt héten egy kereszténydemokrata képviselő, olyan azt hiszem, Aracki Andrásnak hívják, ő érdélyi képviselő. Olyan javaslat talált elő, hogy az alaptörvényt módosítani kell, mégpedig úgy, hogy a véleménynyilvánítók általában inkább a devizakárosultak ne mehessenek a képviselők, a bankárok, országgyűlési képviselők, stb. Házai elé, mert a véleménynyilvánításukkal zavarják, illetve korlátozzák a mindennapi magánéletüket, és úgy érzik, hogy bele akarunk avatkozni a mindennapi életükbe. Ez nem igaz. Ugye, amikor Németh Szilárd ház elől is előállított a rendőrség véleménynyilvánítás kapcsán, akkor a rendőrség azt mondta, hogy bűncselekményt követtem el, mert zaklatást, mint olyat megvalósítottam. Az ügyész ugyan azt írta, hogy közterületen szabad véleménynyilvánítást gyakoroltam, ezzel elkövettem a zaklatást, mint olyat. Én azt mondtam akkor is, hogy nem, a bírónak is azt mondtam, hogy ejtsék el a vádat, ez nem igaz. Ez az alaptörvény 9. cikk garantálja, és ezzel a jogommal élek is. Ezt a plakátot egy héttel ezelőtt raktam ki, azóta levették, és én azt mondtam, hogy mivel ki vagyok tétve a Kövér házmester háza elől, minden héten oda nem tudok menni, akkor ez vissza lesz ide helyezve. És amikor lejár Kövér házmesterni a kitiltó határozat, ez július 25-én lesz, akkor majd addig maradjunk in, és akkor onnan, akkor majd én ezt el fogom távolítani innen, addig viszont a véleményemet így fejezem ki. Azzal kapcsolatosan, hogy sok probléma van az országban, és hogyha ezt a problémát meg akarjátok oldani, vagy meg akarjuk oldani közösen, legyenek azok a pedagógusok, legyenek azok az egészségügyben dolgozók, legyenek a tanárok, a bírók, a bírói karban, legyenek az átlagos utca emberei, akkor viszont föl kell állnotok, és föl kell állni mindenkinek, magának kell a kézbe venni a dolgait, a sorsát, és abba a régióba, vagy abba a szférába, amiben tevékenykedik az országba,
ott föl kell emelnétek a hangotokat, és ki kell fejezni, hogy igen, valami nagyon nincs rendben az országban, hiszen az nem lehet, hogy egy szűk oligarha réteg, illetve irányító réteg. Igen, valóban, így van. Az nem lehet, hogy egy szűk oligarha réteg fogja megmondani mindenkinek, hogy mit csináljon. Ugye többször hallottuk azt már, hogy lehet vélemény nyilvánítani, de nem politikusok és bankárok házainál, hanem menjünk akár a pusztába, vagy bárhova menjünk, ahol nem zavarunk másokat. De hát ez nem lehet egyébként, hogy ne zavarjunk másokat, mert ha a politikusok nem hajlandók a hivatalaikban elvégezni azt a munkát, amire a nép megbízta őket, mert ugye a képviselők, a politikusok úgy kerülnek be a parlamentbe, hogy mi megszavazzuk őket 4 évenként. És ezzel visszaélve ők utána azt csinálnak, ami az ő kedvükre való, nem hoznak olyan törvényeket, amik az embereket szolgálják, hanem csak a saját maguk klientúráját építik, a saját maguk gyarapodásával vannak elfoglalva, és hogyha te valami petíciót beszeretnél adni, azt bedobják, magyarán mondva, a kukába. És hogyha ez többször megtörténik, és az ember ezen felháborodva elmegy a házaikhoz, mert máshol nem hallgatják meg, akkor pedig ez történik, hogy mikor elmegyünk a házaikhoz véleményt nyilvánítani, akkor távoltartást indítanak ellenünk zaklatás miatt, holott ez nem zaklatás. A véleménynyilvánítás az nem zaklatás. A véleménynyilvánítást azért kell gyakorolni, hogy tudtára add társaidnak, hogy te mivel nem értesz egyet, mi a véleményed bizonyos dolgokról, és hogyha te valamivel nem értesz egyet, és nincsen megfelelő jogorvoslat, ennek is hangot lehet adni. Csak a mi politikusaink ezt nem szeretik. Orbán Viktor ugye annak idején nagyon, nagyon jó demokrata volt, mert ő is nagyon jól látta ezeket a dolgokat, csak az elmúlt 28 év alatt szépen belesimult ebbe a diktatúrába. Ő most már csak azt szeretné, ha amit ők a szátokba adnak, azt mondanánk el, vagy szánkba adnak, azt mondanánk el. Bizony nem nagyon tetszik nekik, hogy van önálló véleményünk, bizony nem tetszik nekik, hogy ki akarunk állni az igazunkért, ki akarunk állni azért, mert olyan jogfosztás történik Magyarországon, aminek szerintem beláthatatlan következményei lesznek, ha ez így marad. Úgyhogy én is azt tudom mondani mindenkinek, valamilyen formában, amivel elégedetlenek vagytok, nyilvánítsatok véleményt úgy, ahogy én is teszem, a társaim is teszik. Mindig kitalálunk valamit, amivel véleményt tudunk nyilvánítani. Csak kicsit fifikásnak kell lenni, mert látjátok, már nem nagyon tudunk menni a politikusok házaihoz véleményt nyilvánítani, mert ezzel a zaklatás elkövető magatartással vádolnak minket, holott ez messze nem meríti ki ezt a törvényi tényállást. A jó múltkor a főutcában egy bíró elmondta, hogy na már szépen lobog a diktatúra tábla. Tehát egy bíró elmondta, hogy a zaklatásnak nincsen ilyen vagy hogy az, hogy egy politikus családtagja belefut egy ilyen vélemény nyilvánításba, az csupán gondatlanságból van, mert sem ő nem tudja, hogy mikor nyilvánítunk véleményt, mi nem tudjuk, hogy ő esetleg mikor jön haza, mikor távozik, és ilyen a zaklatásnak ilyen tényállása, hogy gondatlanság nincsen. De hát úgy látszik, hogy mindig megkapják felsőbb szintekről az utasítást, hogy már pedig el kell őket kaszálni, hogy nehogy a házamhoz jöjjenek véleményt nyilvánítani, mert ezek nem bírják elviselni. És tudjátok, az a borzasztó, hogy ugye a politikusoknak el kell tűrni a vélemény nyilvánítást, mert közéleti szereplők, viszont mi a családtagjaikat nem is ismerjük, nem is szoktunk velük találkozni, úgyhogy megint a saját egyéni felelősségvállalásukat másra hárítják, és ezt csinálják egyébként az egész politikai tevékenységük során is, semmiért nem vállalnak felelősséget, főleg Kövér László, még egy ilyen pökhendi
embere nincs a parlamentnek, mint ő, nem is tudom, hogy mit képzel magáról. Ugye ő az, aki sorba megtiltotta a véleménynyilvánításainkat, ugye nem engedt be az irodaházba, nem engedt be a parlamentbe, kitiltott, de még ezt a határozatot a mai napig nem láttuk. Viszont ő azt mondja, ki vagyunk tiltva, akkor ugye az országgyűlés őrség az egyből parancsot teljesít. És látjuk ezt, hogy ellenzéki politikusokat is többször kitiltatott parlamentből, megbírságolja őket, míg aztán eljut az Európai Bíróságig, Európa Uniós Bíróságig, ahol pedig kártérítést kell fizetni. Persze nem Kövér László pénztárcája bánja, hanem mi adófizetők fizetjük meg azt is, hogy ő kitiltat politikusokat a parlamentből, mert ugye azt végül is az adófizetők fogják majd megfizetni kártérítésként a politikusnak. Úgyhogy ez van ma Magyarországon, és ameddig csak így néhányan nyilvánítunk véleményt, azt hiszem, ez így is fog maradni, mert mi tudjuk jól, hogy egy fecske nem csinál nyarat, de mindig azt gondoljuk, hogy a vélemény nyilvánításunkkal tudunk másokra hatni, és el tudnánk érni így azt, hogy mások is merjék ezt csinálni, mert véleményt nyilvánítani lehet, véleményt nyilvánítani kötelesség is. Egy felelős állampolgár kinyilvánítja a véleményét. És nézzétek meg, itt van itt az épület végében található a Sziget-Szent Miklósi rendőrség, rendőrkapitányság. Nyugodtan tudunk véleményt nyilvánítani, mert hisz a rendőrök tudják, hogy a véleménynyilvánítás nekik elő kell segíteni, nem pedig gátolni kell. És, mint látjátok, még senki ide nem jött megkérdezni, hogy itt mit csinálunk. Úgyhogy én azt mondom, hogy ebből is példát mutattunk. Hát most a fiúk jó magasra rakták, mert hogy a múlt heti véleménynyilvánításunk alkalmával lejjebb volt a plakát, és le tudták vágni, de most magasabbra merészkedtek. Aztán az is lehet, hogy még a következő véleménynyilvánításunk ott a zászló alatt fog befejeződni, úgyhogy majd meglátjuk. Na, halihó, sárga pólós, hát nem tudom, láttátok-e, hogy mi történt, Marika biztos végig kommentálta. Most éppen a szél is fújdogálja, tehát rángatja a szél a diktatúrát, úgy is mondhatnánk, és förök feje tetején áll a diktatúra, tehát mindenféle ilyen hasonlatokat lehet ezzel kapcsolatban mondani, viszont nagyon jó, mert nagyobb feliratot tettünk ki, mint a múltkor, és magasabbra tettük. Ugye, sárga pólósok nagyon leleményesek tudnak lenni. Ugye, ha leszették a múltkor, és láttam egy videó részletet, amikor szedték le, azt mondták, hogy hogy a kurva anyjukba tették ilyen magasra, valami ilyesmi hangzott el, és mondta a másik neki, hát mert volt egy hosszú létrájuk. Volt hosszú létránk, bátrak voltunk, és feltettük viszonylag magasra, tehát nagyobb feliratot és magasabbra tettük. Ha megint leszedik, akkor még magasabbra teszünk, még nagyobb feliratot, és mindjárt olvasok nektek valamit, csak hogy szó szerint ott innen nem annyira látszik, de ha valaki majd felmászik, a QR kódok alá behelyeztünk egy kis üzenetet. Ez a véleménynyilvánító plakát a sárga pólósok tulajdona, tehát Ferdinándé, Marikáé, enyém, Sándor Laci és az összes sárga pólósé. A kihelyezéssel nem mondtunk le róla. Tehát nagyon fontos ez az üzenet, ha esetleg bárki nézi, már pedig gondolom, hogy a hatalom folyamatosan nézi és szó szerint elemzi ezt a videót. Tehát ez a miénk. Ezt, hogyha valaki leszedi, akkor ő ellopja a mi tulajdonunkat, tehát ez egy nagyon fontos dolog, és ugye akkor ez lopásnak számít. A véleménynyilvánítás, mert hogy ez az, a plakáttal együtt 2018. július 23 napjáig tart. Egyetlen törvény sem írja elő, hogy a véleménynyilvánítás helyszínén ott kell lennie a véleménynyilvánító személynek. Tehát abban csak korlátok olyanok vannak, hogy a magyar nemzet, meg etnikai fai, meg egyéb ilyen dolgok, de ugye egyiket sem sértettük meg. Kerekmenet kimondtuk azt, amit sokan gondolunk jelenlegi Magyarországról, ami ugye nem biztos, hogy ugyanaz, mint a Magyar Köztársaság, de ebben most nem megyünk bele. Tehát a Magyarország egy diktatúra, és ez a véleménynyilvánítás akkor is véleménynyilvánítás, ha mi otthon szunyókálunk, vagy épp egy tárgyaláson vagyunk, vagy egy éppen bankban nyilvánítunk véleményt, teljesen mindegy, mit csinálunk. Ez itt maga a véleménynyilvánítás, amit ide kihelyeztünk. Amennyiben ezt előtte már, mint július 23-a előtt eltávolítják, az a véleménynyilvánítás korlátozásának számít.
A sárga pólósok a plakátot 2018. július 23. napján, miután az újabb 60 napos kövéres eltiltást követően kövér háza előtti vélemény nyilvánítottak, utána eljövünk és leszedjük. Tehát addig van értelme ennek itt Sziget-Szentmiklóson addig van diktatúra, amíg ki vagyunk tiltva kövér házához. Ezt egyébként Vona Zoltán képviselő is megmondta, hogy demokrácia van, hiszen a háza előtt állhatunk. Igaz, hogy pár hét múlva kitiltottak onnan is, tehát akkor volt 60 napig diktatúra, de azóta a Dunavarsányban demokrácia van, hiszen egyszer sem kérték Bónáék a távoltartásunkat. Elnézést. Többen mondják, hogy itt diktatúra van. Mondom, nem, csak mi felírtuk, hogy itt az van, és mindjárt följebb mennek, annál inkább diktatúra van. Kérdezték, hogy én kihez tartozom. Mondom, én nem tartozom senkinek és semmihez. Így van. Véleményt nyilvánított ugye Sándor Laci is, és nyilvánít folyamatosan. Tehát ami nagyon fontos, ugye, hogy amíg közterületen megvalósított békés véleménynyilvánítás megtiltható, az miatt, mert közéleti szereplőknek nem tetszik, addig Magyarországon diktatúra van. Tehát ez teljesen egyértelmű, nem lehet csupán azért, mert a politikusoknak, bankvezéreknek nem tetszik, ezért megtiltani egy véleménynyilvánítást. Ez semmilyen nemzetközi jog, semmilyen erkölcs, semmi nem támasztja alá, hogy ezt egy demokráciában meg lehessen tenni. Banánköztársaságokban, Koreában, diktatúrákban természetesen van erre példa, de én azt gondolom, hogy ez egyébként nem kellene, hogy így legyen. És akkor, hogyha a plakát véletlen megrondálódna, akkor hagytunk egy telefonszámot, hívjanak fel, készítünk egy másikat, és újból föltesszük. Természetesen ez papírból készült, tehát hogyha valaki úgy gondolja, hogy egy ilyen 3 méternél egy kicsit rövidebb feliratot megajándékoz minket mondjuk több molinóval, akár vászomból, akár egyéb ilyen dologból ingyen, akkor szívesen elhelyezzük pár helyre. Nekünk erre van keretünk, hogy papírból, nem is tudom, 20-valahány papírlapból került összeragazgatásra, hogy Magyarország diktatúra. De Laci, te jöttél az előbb messziről, látszik messziről? Igen, mondták, hogy azért mondom, hogy így mondtam, hogy diktatúra, el tudták olvasni, és mondom, nem itt van diktatúra, egyre följebb van diktatúra. Így van, úgyhogy ez így... Kérdezték, hogy tartozom-e ezekhez a... Hát mondom, én nem tartozom semmivel. Magadnak tartozom. Mondtam, semmivel, és senkinek. Az, hogy hova tartozom, az én dolgom. Így van, lehet, a hova akár, tartozás az nem lehet, olyan. Lehet akár homokos is az én indítatásom, vagy identitásom, igen. De nem az. Nem. Hát jó, hát egyébként... Én még hátulról szűz vagyok. Oké. Rendben. Na hát ugye most pedig, ami itt történik, ugye 7:30 van, 8-kor nyit a kormányhivatal, ugye a bíróságok is majd 8-kor indulnak be, vagy a bíróság a rendőrségen is, akkor történik valami, és így egyre több ember megy itt el, nem csak akik a hivatalba jönnek, hanem úgy általában is rendőrök, bírósági dolgozók, hivatali dolgozók, akik közül néhányat láttunk beállni a lezárt, tehát a nekik fenntartott parkolóterületre, és így jó sokan látják azt, hogy itt bizony ez van. Nem tudom, hogy beszéltetek-e arról a háttérről, hogy miért van ez kövértől kitiltottak, meg ilyesmi, ami miatt... Nem, csak igen érintettük, de nyugodtan mondhatod, mert... Meg hát oda nem tudunk menni, és azért olyan helyre nyilvánítjuk a véleményünket, ahol még többen látják és hallják. Így van, tehát én azt gondolom, hogy ez egy sokkal jobb helyszín, mint a Nyár utca, ha belegondolok. Tehát már most... Többen látták ezt a diktatúra feliratot meg, hogy mi ügyködtünk, mint mondjuk a Nyár utcába egy év alatt, ha minden nap elmennénk, nem? Akkor elmondhatjuk, hogy ezt a véleménynyilvánítást Kövérné Beck Mária szervezte? Beck Mária, igen, szerintem ő a szervezője. Ő szervezte ezt. Ha valaki kérdezné, hogy ezt ki szervezte, Beck Mária szervezte ezt a véleménynyilvánításunkat. Hát igen, azzal, ezt a hatalom magának szervezte. Ugye azzal szervezi, mert ugye mondjuk azt, hogy Kövér László a felbújtó, tehát elég nehezen tudom elképzelni, hogy Beck Mária magától gondolt arra, vagy a gyerekei, hogy feljelentsenek minket zaklatás miatt, azért, mert a Kövér Lászlóval kapcsolatban véleményt nyilvánítunk közterületen. Tehát valószínű, hogy az, hogy mondjuk ennek a járási hivatal és járási ügyészség, tehát járási hivatalnak a vezetője, aki egyébként mindenképpen többet köteles tűrni véleménynyilvánítás szempontjából is, mint Juliska néni, aki semmilyen közéleti szerepet nem vállal, vagy közfeladatot nem vállal, és ő
hisztizzen azért, mert néha a házánál véleményt nyilvánítunk. Én azt gondolom, hogy ez egy aljas dolog, és ezt nem mondhatják, hogy ez azért van a hiszti, mert mondjuk tavalyi évben 105-ször voltam a házuknál egy év alatt, tehát 3 naponta 1-szer, tehát nem is minden nap, tehát ezt is azért vegyük figyelembe, hanem mert hogy Kövér László már 2013-ban arról hisztizett, hogy a vélemény nyilvánítást meg kell tiltani a politikusok házánál, tehát amikor ugye csak egyszer voltunk 3 napig. Tulajdonképpen az történt, hogy amikor Szilárd úrnál voltunk, mi meg sem jelentünk, már a rendőrség ott várt minket. Ugye a Laci mondta, hogy mikor jár a kiputásunk, de megpróbálunk a jelenlegi, jól mondom, jelenlegi törvények szerint eljárni, úgy, hogy mutassuk az utat valamilyen szinten, de az nektek is fel kéne kicsit kelni, ébredni. Nem akarunk rosszat, és nem akarunk oda menni most még, de amikor már szabad, mert még egyelőre szabad, akkor megtesszük megint csak ugyanazt, amit eddig tettünk, és ezt kiharcolták maguknak emberek. Éljetek a lehetőséggel, tegyetek te is valamit, vagy ti is valamit. Hát én bízok abban, hogy ezt az alaptörvény módosítást azért nem fogják olyan könnyen átvinni, mert az eszköz az Alkotmánybíróságnak is, meg a köztársasági elnöknek is, meg én szerintem, ha az Unióhoz tartozunk, azért valami ráhatásnak kellene, hogy legyen az Unió részéről is, mert ha ezt átviszik, onnantól kezdve tényleg akkor az van, hogy ki lehet írni a Magyarország helyett, hogy diktatúra. Nem, kutyát felkérni, hogy beleszólok, de hogyha többen és többen így látják, és hangukat emelnék, ja, akkor ez még szóba sem jöhetne nálunk Magyarországon. Ennyi. Csak úgy vannak nevelve, konszultálva, hogy mire vár. Igen. Mire. Egyébként pontosan ez is azt mutatja, hogy idáig jutottunk, mert hogy az emberek mindig csöndben, magukba folytva, nem nyilvánítják ki a véleményüket, és ezért tartunk itt, ahol idő. Tartunk. Meg a legnagyobb baj az, hogy az emberek olyan, nem is tudom, hogy milyenek lettek. Hát szoktunk beszélgetni ismerősökkel, hát mit csináljak, hát ez van, kész. Veletek és belenyugodnak mindenbe. Az a legrosszabb, amikor belenyugszik egy nemzet abba a mederbe, amit rá akarnak kényszeríteni, akkor mindig jobban elgyengül, mindig jobban elbátortalanodik, és a végén már tényleg nem veszi észre, hogy nem csörgetitek a láncaitokat, nem veszitek észre, hogy gúzsba vagytok kötve, és azt csinál veletek a mindenkori hatalom, amit nem. Tehát nem. Nem mindenkivel. Velünk. Nem mindenkivel, és ezért mutatunk itt példát nektek, hogy így is lehet. És ha ezt az országot normálisan kormányoznák, akkor nem lennének ilyen mindennapos feszültsége, problémák. Ma reggel hallgattam épp a rádióba, hogy mennyi hajléktalan van Budapesten. És ezek az emberek sajnos már olyan szinten vannak, hogy ezek már nem tudnak visszaállni az eredeti emberi életkörülményekbe. Ezek teljesen le vannak amortizálódva, el vannak lehetetlenül, és úgy néz ki, hogy ez azt hiszem, nem, 30 ezer emberről beszélt ez a szociális munkás, hogy ezekkel nem is lehet már mit kezdeni. Ezeket már elvesztettük. Valakinek a szégyene. Ez a valakinek a szégyene, mert ez az ország, én azt mondom most is, van olyan okos, van olyan gazdag, van olyan szorgalmas, hogy itt senkinek nem kellene az utcán aludni, nem kellene az utcán tengődni, és nem közmunkából kellene megélni 40 meg 50 ezer forintból, aminek, hogyha van köztartozása, rögtön leveszik a felét, még ennivalóra semmire nincs, tehát nincs lehetőséggel arra, hogy talpra álljon, vagy egyáltalán fönn tudja tartani magát. Hát, és én azt mondom, hogy itt nagyon súlyos hibákat követett el a mindenkori regnáló hatalom, ez már 1990-től megy ez az egész dolog, és sajnos most, én úgy gondolom, most éljük a legkeményebb, legnehezebb, legrosszabb időket, holott ugye azt mondtuk akkor, hogy mindig jobban fejlődik az ország, mindig jobban teljesít, de ezek csak számok, és ezek mögött, a számok mögött nincsen semmi. Tehát semmi kézzelfogható bizonyíték nincs, azon kívül, hogy a stadionok épülnek, a luxus lakások épülnek, az üzleteket a kormány közeli körök tudják megszerezni, a pályázatokat. Megvárjuk, hogy elmegy a mentő, és a
Ugye mindig a kis és középvállalkozásokról beszélnek, hogy azokat kell támogatni, segíteni. Nem az a tapasztalat, hogy ez változik. Ez mindig sokkal rosszabb lesz, hiszen az adóterhekkel, az ellehetetlenüléssel mindig jobban lecsúsztatják a volt középréteget, mert a középréteg sincs. Tehát most van, úgy néz ki, egy nagyon gazdag réteg, és van egy rettenetes szegény réteg, egy lecsúszó maradék középréteggel. És természetesen, annyit még hogy szeretnék mondani, az emberek úgy gondolkodnak, én azt mondom, hogy ez nem bátorság, hanem ez inkább menekülés, hogy nem tesznek azért, hogy változtassanak az országban a mindenkori helyzetükön, inkább fogják a cóklopjukat, meg a sátorfájukat, és elmennek külföldre, itt hagyják az országot, itt hagynak mindent maguk mögött. Én azt mondom, ez nem a magyar virtus, ez egy gyáva, leamortizálódott nemzetnek a magatartása már, vagy a tevékenysége, más nem tudok hozzáfűzni. Nagyon szépen beszéltél, Feri, akkor folytatom, bocsánat, hogy szóltam. Én nem érzem magam szegénynek, sem agyilag, semmilyen szinten, de hogyha ti úgy érzitek, hogy azok akartok lenni, akkor csináltak ugyanazt, amit eddig, a semmit. Ennyi. És ugye a másik, hogy itt vagyunk, devizahitelkárosultak, 1,5 millió devizahitel kötődött annak idején, ebből most azt tudjátok, mert ez mindig elmondjuk a vélemény nyilvánításunkkal kapcsolatosan, 900 000 banki végrehajtás van folyamatban, naponta 154 vagy 100-nál több családot lakoltatnak ki, és hol vannak ezek az emberek? Ezek az emberek eltűntek, ezeket erről nem lehet hallani, nem lehet látni ezeket, és csöndben némán kimennek a házaikból, mert egyetlen olyan kilakoltatott családot sem láttam még, aki fölvette volna a harcot, vagy megvédte, vagy ellenállt volna. Azért van ez, mert ez a kormány megígérte, hogy nem hagy minket az út szélén, vagy utcán, de nem azt csinálja. Ti meg hagyjátok. Hát fel kell állni, tenni kell valamit érteni. Azt mondták, hogy nem hagyunk az út szélén, meg az utcán. Persze, migránsok meg is fogadták, ezért adta Orbán Viktornak, hogy nem tudom, milyen szövetkezetnek egy csomó pénzt, és be is fogadták őket. És ott tartunk, hogy a hajléktalanokat meg már az utcán sem tűrik meg, mert nem szimpatikus nekik ez az egész világ. Hát ők csinálták ezt. Keljünk már fel, azt tegyünk már valamit a kutyafáját. Én 60 éves leszek decemberben, nekem 5 éven már nincs arra, hogy még tovább harcoljak, és nem is fogok már 6 éven túl élni. Az unokáimmal nem töltöttem annyi időt, mint a mozgalomban, és nem csak magamért, értetek is tettünk. Hát keljetek már fel. Én itt a letelepedési kötvénnyel kapcsolatban, állj már úgy légy, hogy a háttérben bent legyen a dolog, miközben beszélünk, szerintem így benne van, ja, ugye? Benne volt az előbb benne is, volt. Szuper, nagyon jó, csak talán már így a szélén nem annyira. Amikor nem fújja annyira a szél, akkor még jobban lehet jobban látni, és előbb elmentem elég messzire, és kíváncsi volt, a Sándor Laci mondta, hogy nagyon jól látszik, valóban nagyon jól látszik, és ugye egyre többen gyűlnek a bíróságra várva, a járási hivatalra várva, és ugye sokan mennek el itt az úton is, tehát figyelik és nézik, és én azt gondolom, hogy talán alkalmas a tevékenységünk arra, hogy másokban is felkeltsük a vágyat, hogy ők maguk is cselekedjenek, és egy kicsit itt kapcsolódva Lacihoz meg Ferdinándhoz, ugye, hogy a migránsok fizettek azért, hogy Magyarországon lakhassanak, ugye letelepedési kötvényt vásároltak, és szerintem ez annyira bejött Rogánéknak és Orbánnak, hogy gyakorlatilag a magyar emberekkel is akarnak vásároltatni letelepedési kötvényt. Ezt úgy csinálják meg, hogy fideszes cégek szarérhúgyén megveszik a bankoktól a követeléseket, majd azt mondják, hogy vedd meg még egyszer a házadat tőlünk, és akkor itt lakhatsz Magyarországon, vagy itt lakhatsz a házadban. Tehát gyakorlatilag ez is egyfajta letelepedési kötvény. Hát elmentek ti a büdös picsába, fideszesek, és ezt ne hagyjuk, hogy megtehessék, és ez rajtad is múlik, hogy kiállsz-e Magyarországon azért, hogy megszűnjön az a diktatúra, amit most folyamatosan fenntartanak, és ugye egyre jobban bővítenek. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Ugye hallottam, hogy mondtátok a hajléktalanságot meg akarják szüntetni, alaptörvénybe venni. Ugye a keresztény értékek védelmét alaptörvénybe akarják venni. Ugye azt láttuk, hogy előtte és ami miatt ugye ez a diktatúra akcióink vannak, hogy a tüntetéseket bárhol meg tudják tiltani, ezt is alaptörvénybe akarják venni. És ugye ezt jól tudja mindenki, hogy ez a sárgapólósok házaiknál történő akcióik miatt van leginkább, tehát ezt álcázzák egy nagy butasággal. De ha belegondoltok,
akkor, hogyha sok helyre kitennénk, hogy diktatúra, nem csak mi sárga pólósok, hanem ti is, a lépten nyomon, ahova éritek, lehet, hogy még utolérné a szavazást, az az alaptörvény módosítás, hogy betírják a diktatúra szót Magyarországon. Tehát én el tudom képzelni ezekről, hogy ott föláll majd valami faszkalap fideszes, és elmondja, hogy az informatika fejlődése miatt, és egyébként azért, mert nem olyan szépen kerekednek azok a betűk, amik a diktatúrában vannak, ezért alaptörvénybe iktatjuk, hogy Magyarországon nem lehet kimondani, hogy diktatúra. Tehát én ezt simán kinézem belőlük, hogy ezt összehozzák. Valami, nyilván ez már mondjuk nem Trócsányi, mert ez már talán az ő arcára se fér rá, sok minden ráfér, tehát azért nem gondoltam volna, hogy egy végzett jogásznak az arcára ráférjen a bankmentő törvény, a gyülekezési jog korlátozása. Talán már ez, hogy kimondjuk ezt a szót, hogy diktatúra, ez már talán nem fog ráférni az arcára, majd megbíznak valakit, aki bármit elvállal, mondjuk nem tudom, néhány felesér vagy tonnásból érten. El tudom képzelni. És mondjátok, milyen egyszerű lenne ez az egész dolog, itt vannak a kilakoltatottak, itt vannak a hajléktalanok, itt vannak akik sorbálnak több százan egy ebédosztáskor. Ezt mind meg akarják szüntetni, mert ez a városnak az imázsát zavarja. De ha ez zavarja, akkor én azt mondom, nem az utcán kéne feküdnetek és sorbálni egy tál paprikás krumplért, elmenni oda, akik ezt okozták, és onnan kell kérni számon ezeket a dolgokat. Oda kell menni abba az utcába, az elé, a ház elé, ott kell lefeküdni, ott kell életvitelszerűen lakni, és akkor majd meg fog változni a helyzet. Így nem. Így el fogják takarítani őket, hiszen törvény is van rá, és hozzáteszünk, amit mondtál az előbb, hogy a keresztény, az egyház zászlaja alatt. Így van. Mert a keresztény demokrata néppártnak nagyon nagy szerepe van abban, hogy az emberek kikerülnek az utcán. Így van, valaki azt írta, hogy ő azért ment külföldre, mert 6 szakmával nem kellett sehol. Hát erről is szoktunk beszélni, hogy borzasztó nagy gond van, hogy nem létesítenek olyan munkahelyeket, ahol tényleg szaktudással lehet dolgozni, hanem csupán csak összeszerelő üzemeket hoznak itt létre Magyarországon. Hát így van, egy országban termelő munkát kell végezni, és attól az emberek fejlődnek, tovább tanulnak, újabb szakmákat tanulnak, abban mindig jobbak lesznek, de ez egy olyan országban történik, ahol fontos az, hogy szakmai érdemi munka folyjon, nem pedig összeszerelő üzemek és közmunka, mert ugye a mai kormánynak ez az egyetlen veszőparipája van, hogy közmunkát azt tud biztosítani, és az összeszerelő üzemekben esetleg lehet munkát találni, így van, akinek ez nem elég, az biztos, hogy más szeretne. Csak mi itt vagyunk, mi úgy gondoljuk, és én azt vallom, hogy itt az országban kell nekünk helyre tenni a dolgokat. Nekünk itt vannak gyermekeink, itt vannak unokáink, én nagyon örülök neki, hogy ők nem mentek el innen külföldre dolgozni, itt vannak, de én úgy érzem, hogy ezért tenni kell, hogy egy élhető Magyarországot tudjunk magunknak. Ja, hát én akkor rövidre mondanám, vagy másképp fogalmaznék. Az, hogy ti hagyjátok, az a ti dolgotok. De akik ezt csinálják, azok nem gondolkoznak azon, hogy ezt nem így kéne megoldani. Tehát kitiltani a véleménynyilvánatokat, hajléktalanokat kitiltani, de közben előidézni, hogy veszítse el a házát és kidobni. Tehát ki akarják sötteni az országot. Ne hagyjuk. Hát ők ezt akarják. Hát ez nem normális. Most jött Marika keresztény. Hát én vagyok keresztény. Én egy egyszerű ember, akkor csak így tudja elmondani. Ne hagyjátok. Ennyi. Igen, de az egyszerű ember véleményét azt már nem akarják védeni. Tehát akarják védeni a saját seggüket, hogy ne kelljen meghallani az egyszerű ember véleményét. Védik a saját kereszténységüket, de ha valaki mondjuk nem keresztény, vagy valakinek más a véleménye valamiről, azt már nem kell védeni. Tehát nem alapvető emberi értékeket kellene védeni, úgy, mint a véleménynyilvánítás szabadságát, és hát egyébként természetesen az otthon nyugalmát is, de hát azért abban bízunk már, hogy a politikusok otthon a kerítésen belül van, és nem az utcán, és a közterület az legyen közterület mindenkinek, és ne kelljen az Alkotmány utcában lakó Juliska néninek sem többet eltűrni, mint mondjuk Csányi vagy Orbán szomszédjának. Tehát mindenkinek ugyanúgy
fontos, ahogy Majtényi László mondta, a demokrácia egy zajos dolog, tehát pontosan amikor valakinek az érdekére hivatkozva, például a politikus szomszédjának az érdekére hivatkozva korlátozzák a véleménynyilvánítás szabadságát, akkor gyakorlatilag a szomszéd jogát is korlátozzák, mert lehet, hogy egy hét múlva, egy év múlva, vagy öt év múlva a szomszédnak lesz fontos, vagy lenne fontos elmondani a véleményét, nem mondhatja el, mert az ő érdekére hivatkozva korlátozzák a véleménynyilvánítás szabadságát. Tehát ne essünk bele ebbe a csapdába, hogy hagyjuk egy kis helyet, mert lehet, hogy nem beszeretnének állni, de mi így is tudunk véleményt nyilvánítani. Tehát gyakorlatilag ne hagyjuk azt, hogy a pillanatnyi érdekek miatt a Fidesz kiépítse a totális diktatúrát, amit most ugye a szél rendesen tépáz, és remélem, hogy tépázni is fogja, és esetleg szét is szaggatja a mi szelünk, a véleménynyilvánítók és az ellenállók szelünk. Még ne legyen vége, mert én mondom, ne legyen vége. Hogy úgy legyen vége, hogy mi szeretnénk. Nagyon sokszor voltunk bizonyos helyeken, Trócsánynál például, és ott a szomszédok ilyen lájkolás, tehát így gondolják ők. Csak ott tévednek, hogyha egyszer majd ők akarják a véleményeket kinyilvánítani, akkor lehet, hogy a pont az ő szomszédjuk, a Trócsányi mondja azt, hogy nem szabad ilyet csinálni. Így van. Mert akkor ő lesz a szomszéd, ellenérdekeltséget. Valaki itt azt írta, már nem látom, szó szerint lehet, hogy nem fogom jól idézni, hogy fel a plakáttal magasra egész világ hadd láthassa. Igen, ezen vagyunk. Így van, lesz egyik még magasabbat ezt. Ehhez te is kell lesz. Így van, aki írtad ezt a lájkot, ott abban a régióban, ahol laksz, de ahol tevékenykedsz. Igen, most már egész sokan állnak sorba a kormányhivatalba, és ugye mindannyian valamilyen módon érzékelik. Néhányan nyíltan nézik, amit csinálunk, és mosolyognak, mások pedig csak így sandán, tehát most, amit ti beszéltek itt a többiek, folyamatosan figyeltem az embereket, hogy vannak, akik csak időnként oda néznek, és világért se szeretnék, hogyha valaki észrevenné a hatalomból, hogy mondjuk nekik tetszik, amit mi csinálunk. Hát bátran tetszik-eljétek, bátran osszátok, és főleg bátran cselekedjetek ti is, tehát újból és újból ti magatok is fogjátok meg ezeket a plakátokat, nem ezeket, hanem egy másikat, és pakoljátok tele vele az országot minden fideszes érdekeltségre, vagy kormány érdekeltségre, tegyétek rá, mindenütt mondjátok el, úgy mondjátok el, hogy biztosan meghallják ezt a véleményeteket. A lényeg az, hogy írjátok ki a diktatúra, de hogyha nektek az a véleményetek, hogy éljen a diktatúra, akkor azt írjátok. Persze! Éljen! Egyébként épp arra gondoltam, hogy valaki azt mondja, hogy fú, most én ezt innen levágom, és elviszem, és egy másik oszlopra, vagy két oszlopra fölrakja. Még azt is lehet, azt is lehet. Nem, mi majd kideszünk újból, és az újból egy véleménynyilvánítás, újból egy csomó ember fogja látni, és már arról beszélnek itt végig, hogy látjátok, Sziget-Szent Miklóson a sárgapólósok még egy szintet ugrottak, és még magasabb szintre tették, de csak azért, mert basztattak, és ha belegondoltok, hogy azért mentünk többet Kövérhez, mert kitiltottak Budapestről és 17 megyéből. És hogyha többet mentünk Kövérhez, akkor ugye onnan is eltiltottak, és akkor kitaláltunk még valamit. Tehát mindig kitalálunk valami még jobbat, még ütősebbet, mert folyamatosan basztatnak minket. Egyébként a véleménynyilvánításnak van másik oldala is, ami, hogyha mindig azt mondják sokan, hogy félnek, meg nem merik megtenni. Nem muszáj mindig fizikailag véleményt nyilvánítani. Lehet úgy is, hogy bojkottálod azt a tevékenységet, vagy lassítod. Amit szoktam mondani, hogy a bíróságon is, ugye a bíróknak is nagy felháborodást keltett, hogy a Handó Pünci kinevezte ezt az új törvényszék elnököt, hogy a bírók is akkor, ha ez kivette náluk a biztosítékot, lassítsák a pereket, vagy ne hozzanak határozatot. De ha egészségügyben ugyanúgy az orvosokra is vonatkozik, nem ütsenek akkor, vagy a pedagógusok, ne tanítsanak, vagy lehet ez mindenféle részebe, tevékenységi körben, ami az ország folyik, akkor egyáltalán el fogjátok érni, hogy ezt a hatalom észre fogja venni, és valamit fog tenni ellene, illetve mellette, mert muszáj neki. Hát meg valahogy ki kell kérni maguknak a bíróknak is, tényleg mondják azt, hogy ilyen bíróságokon nem fogok dolgozni, ahol ilyen a bírósági vezető. Tehát ez ott kezdődik. Kérjétek ki magatoknak, aki tisztességes, aki nem befolyásolható, az ennek bátran, ezért bátran emelje fel a hangját vagy a szavát. Igen, és ugye mindenkit nem lehet kirúgni. Hát mindenkit kirúgnak, ki fog az országban valamit csinálni? Hát igen. Hát nem? Így van. Hát ki fogja megkeresni az oligarcháknak a pénzt?
amit olyan bőven osztogatnak egymás között. Egyébként annyira fejlődött már a mai világ technikailag és mindenféle színvonalon, hogy én kimerem jelenteni, hogy az igazi evolúciónak része az, hogy sok hangya meg tudjon egy elefántot is. Így van. Így van. Pontosan, tehát azt kell látni, hogy nagyon pici a tömeg, tehát a társadalom tagjaihoz képest, nagyon pici az a létszám, aki jelenleg szipolyozza és szívja a vérét az embereknek, és ők dőzsölnek, ugye Ferdinánd veszőparipája a 18 vagy 19 másodperc alatt annyit kereső mészáros, mint más egy egész hónapban egy egészségügyi dolgozó, aki egyébként mondjuk mészárost is gyógyítaná, ha erről szólna a történet. Tehát irreális, és ezt nem lehet megtenni, és nem azért, mert az ember kitalált valamit, mondjuk itt én, mint a Bill Gates, vagy valaki, aki valami újdonságot hozott létre, hanem egész egyszerűen csak azért keres ennyit, mert Orbán Viktor haverja, és ugye tudjuk nagyon jó, hogy ilyenkor nem Mészáros keresi, hanem konkrétan Orbán Viktor és családja. Tehát ez az, amit nem kell hagyni, de ez úgy fog működni, hogyha egyenként, szépen apródonként mindenki tesz valamit, mindenki megmozdul és cselekszik, kisebb dolgot vagy nagyobb dolgot, tehát nem kell mindig 6 méter magasba mászni mindenkinek, aki mondjuk ezt nem teszi, ugye Sándor Laci még nálam is bátrabb ebben a történetben, és ott fönt nagyon mély beszélgetést folytattunk 6 méter magasban arról, hogy merre tovább és hogyan, és meg lehet ezt csinálni, én azt gondolom, de az is bőven elég, ha fejmagasságban kiteszed egy kézzel írott diktatúra feliratot, de ezt megteszed minden nap újból és százak és ezrek teszi, és tele lesz az ország ezzel, akkor előbb-utóbb ez a hatalom meg kell, hogy hátráljon, hiszen vagy diktatúra őröket állítanak minden oszlophoz, minden kirakathoz, minden intézményhez és mindenhova, vagy pedig eltűri, de akkor viszont ugye azzal fog szembesülni, hogy egy hatalmas lázadás lesz az országban. Tehát én tudom nagyon jól, hogy ezek a cselekedetek által nagy a dilemmája a hatalomnak, mit csináljon, korlátozza, fellépjen ellene, vagy inkább hagyja, mert ugye ha hagyja, hát ha még valaki majd kedvet kap tőle, ha korlátozza, akkor meg egyre nagyobb lesz a népszerűségünk. Tehát én azt gondolom, hogy bármit csinálnak, mindenképpen mi győzünk, ha mi vagyunk a kitartóbbak, mi vagyunk a bátrabbak, mi vagyunk azok, akik bátrak vagyunk tettekre, és önzetlenek vagyunk arra, hogy áldozatot hozzunk, hogyha ez szükséges. Hát ez az, amit nektek is kívánok mindenképpen. És a másik, amit úgy gondolok, hogy az alaptörvényt módosítják, vagy új jogszabályokat hoznak, ez mind azt, én szerintem azt jelenti, hogy a problémákat a szőnyeg alá söprik, csak az a baj ezzel, tudjátok, ahelyett, hogy megoldanák, hogy ez mindig jobban dagadni fog, és egyszer csak robbanni fog. Mert az nem lehet, hogy mindig csak így felszíni kezeléseket végzünk, hát egy beteg embernél is mindig, hogyha felszíni kezeléseket végeznek el, előbb-utóbb meg fog gyűlni, és szét fog durranni. Röviden az előbb elmondtam, és tényleg akartunk, hogy ezek ilyen felszíni kezelésre azt mondjuk, hogy nem tetszesz, menj innen, hajléktalan vagy, elmúltál 60 éves, nem kapsz kórházi kezelést, ez nem kezelés, hát az előbb elmondtam, ez másképp kéne kezelni. Amíg hagyjátok, addig azt csinálnak egyesek. De ez vonatkozik a sebizás problémákra is. Pontosan. Nem felszíni meg tüneti kezelések. Ebből indultunk ki, csak ránk tapadt sok-sok minden. Igen. Más, amit úgy látjuk, hogy senki nem akar megoldani olyan szempontból, hogy az evolúciónak valamilyen jó szolgálatot tegyen. Hát és ide egyik problémából jön a másik. Hát ugye, amit mindig beszélünk. Nem tudod fizetni a hiteledet, nem tudsz elmenni a fodrászhoz, nem tudsz elmenni a suszterhez, annak, mert be kell fizetned a hitelt, nem marad pénzed, a susternak nem lesz munkája, tehát közvetve mindenki érintve van ebbe az országban, és előbb-utóbb azt veszük észre, hogy minden szinten minden szarabb lesz, mindig lejjebb kerül minden. Aztán közben tekered, mint a mókus, csapágyos leszel, azt megvalsz, ennyi. Igen, de nem erről kell, hogy szóljon az élet, arról kell szóljon az élet, hogy mi magunk vegyük ki a javakat, amiket megtermelünk, és akkor szerintem működni fog. De ehhez bizony ki kell harcolnod a jogaidat, és megállt kell parancsolnod Orbán Viktornak, a bűnbandájának, a bankároknak, és mindazoknak, akik kiszolgálják őket. Bár ugye azt, amit Ferdinánd mondott, egyre többen vannak, akikről észrevesszük, hogy bojkottálják az ő kiszolgálásukat, és ez jó egyébként, tehát ez is már egy nagy segítség. Előbb-utóbb robbanni fog, de ehhez az kell, hogy te magad is példát mutassál, te is tegyél fel ilyen videókat, tegyél fel képeket,
arról, amit cselekedtél, és ne arról beszélj, hogy milyen jó lenne csinálni, meg de ügyesek ezek a sárgapólósok, hanem te magad is, ha ezt jónak tartod, akkor csináld. Ugye közben, amíg itt beszéltek a többiek, nézelődtem, majd nem sokára kinyitják a kormány hivatalnak a ablakát, egyre többen vannak, és az előbb viszonylag sokan a bíróság és az ügyészség ablakaiban is lógtak, és nézték, hogy mi van itt Sziget-Szent Miklóson, és ugye azt is láttatjátok, hogy amikor ide értünk, akkor szinte üres volt a parkoló, és ha már csak azt nézitek, hogy megtelt, tehát gyakorlatilag most már ahova mi álltunk az előbb, ott is autók állnak, tehát minimum ennyi ember az, aki végignézte ezt, most is szerintem valami jármű jöhetett, mert többen mennek a bíróság felé, olyan, mintha inkább dolgozók lennének, mint ügyfelek, tehát még mindig, nem, ők a rendőrségre mennek, nem mindegy, az elzárt területre mennek, amik ugye halandók elől el vannak zárva, kicsit alulméretezték ezt a parkolót, ha már 4 milliárdot vagy 4 egész valamennyit ráküldöttek. Szóval egy kicsit lehetett volna nagyobb parkoló, többen fényképeznek, videóznak, itt ment az előbb valaki mellettünk, mosolygott, tele szájjal, és mindenki úgy érzi, vagy sokan úgy érzi, hogy jó ez, amit csinálnak a sárgapólósok, de arra figyeljetek, hogy mindenki helyett nem tudjuk megcsinálni. Túl erős ez az orbáni hatalom, még sokan kiszolgálják, bár ugye mondtuk, hogy egyre többen talán nem, De nagyon fontos, hogyha százak és ezrek tennék, gondoljátok el, hogyha mi most elmegyünk, majd valamikor ezt nyilván le fogják szedni, minden nap nem jöhetünk ide újból és újból kitenni, de ha mondjuk délután is jönne valaki, meg holnap is jönne valaki, meg holnap után is jönne valami, és aztán majd valamikor jövő héten ránk kerül a sor, tehát ha mindig kitesszük, mindig leplakátoljuk a bankokat, mindig véleményt nyilvánítunk a Fidesz irodánál, vagy amikor minket kitiltanak Kövértől vagy Rezsi Szilárdtól, akkor mások mennének oda, és amikor majd őket kitiltják, akkor mi megyünk. És akkor ezt meg lehet oldani, és amikor már mondjuk itt a Sziget-Szent Miklósi járásbíróságon a bíróságoknak hetente 10 kitiltással kell foglalkozni, és már mindegyik arról szól, hogy kövérházától el akarnak tiltani, akkor eredmény lesz, akkor már összeomlik a rendszer, mert akkor azt fogják mondani a többi ügyfelek, azért az én ügyemben miért nem foglalkoznak, jó napot, integetnek, mosolyognak az emberek, mert tetszik nekik, és ez nagyon csodálatos, tehát kívánjuk ezt nektek is, hogy nektek is legyen olyan élményetek, hogy emberek lájkolják azt, amit csináltak. Nagyon jó érzés, tehát igen, jó érzés ezt csinálni. Annyira jó érzés, hogy én is úgy érzem, hogy ők, mert szinte majdnem azt mondják, hogy az igazság itt van, az utcán. Az igazság az utcában is kiáll. Ennyi. Így van, most abszolút itt kiáll az igazság. Igen. Az előbb, hogy mondtad, hogy bojkottálni kell a bíráknak, meg akik olyan helyen dolgoznak, hanem én azt mondom, köszönöm. Annak is örülnék, hogyha azok a dolgozók, akiket majd megkérnek arra, hogy ezt a két diktatúra plakátot szedje le, és azt mondaná, hát ők bizony nem fogják, és nem találnának már sehol olyan embereket, akik ezt leszednék. Úgyhogy én ezt is tudom tanácsolni, akik majd ezt a feladatot kapják meg, hogy gondolkodjanak el egy kicsit, hogy miért vannak ott ezek a véleménynyilvánító plakátok, és hogyha ők is egyetértenek azzal, ami a plakát tartalma, akkor bizony merjenek bátran a főnökeiknek a szemébe nézni, és azt mondani, hogy nem szedem le, mert ez az igazság. Nem, hogy nem szedem le, két másikat oda tennék mellé. Így van. A másik, hogy ugye a Justícia szolgálat letakarták, meg eltüntették mi előlünk, nem is engedtek minket oda. Lehet, hogy olyan megoldást keresnek, és itt a baj, amit az előbb mondtam, hogy inkább elvágják az oszlopot, megszüntetnek mindent, csak hogy ne lássátok. Hát itt, tehát olyan megoldásokat keresnek, hogy eltüntetni. Tehát ezt nem kéne megengedni ki. Igen. Így van. Biztos vagyok benne egyébként, hogy keresik a lehetőséget, hogy ez már a második, amit kitettünk, és ilyenkor mindig nagyon hevesen összedugják a fejüket, de egy valamit üzenek nektek, nyilván megnézik ezt a videót is, hogy gyakorlatilag nem lehet megállítani a társadalom véleménynyilvánítását, a társadalom igazság keresését, azt nem lehet megállítani. A társadalom mindig ki fog találni mást, és ahogy Sándor Laci mondja, hogy kiszedik ezeket az oszlopokat, vagy mindegyik elé 3 őrt állítanak, akkor is kitalálunk valamit, és akkor is meg fogjuk oldani, hogy jobban járnak, ha egyébként le se szedik, és majd június 23-án, miután Kövérházánál véleményt nyilvánítottunk, ugye bepótolva 60 napot, akkor eljövünk, és szépen felmegyünk, és mi magunk leszedjük, mert akkor megint valamennyi ideig nincs diktatúra. Mert amit mi ígérünk, azt be is tartottuk. Hát pontosan. Ha megmondtuk, hogy véleményt fogunk nyilvánítani, véleményt nyilvánítunk. Ha fejük tetejére állnak, akkor is. És most gondoljátok el, hogy Kövér felesége, Kövér által és a mindent latba vetve
ugye kitiltottak a házuktól, nem tudom, mondtátok el, hogy már négyszer kaptuk meg a kitiltó végzést. Tehát azt gondoljátok el azt a hisztit, amikor Kövér felesége ott toporzékol minden nap a bíróságon, hogy küldjétek már ki neki, küldjétek már, és ugye annyiszor kiküldték a sok hiszti után, hogy négyszer jutott el hozzánk, tehát ekkora kupac van a kitiltó végzésből. És gondoljátok el, hogy ezek a dolgozók, akik ma benn vannak, és látják, hogy ezek akkor is kitették, és újból kitették, ott röhögnek rajta, és a hatalmon mindig röhögni kell, mint ahogy röhögtek a bírók és a bírósági dolgozók a Polgárnén, a Handótündén, tehát tegyük őket nevetségessé, az Orbán Viktoron, amikor ugye többször fociztunk, amit magának épített a mi pénzünkből a focipályát, tehát egész egyszerűen a hatalmat ki tudjuk golyózni, el tudjuk venni a tekintélyét, és onnantól kezdve a hatalom nem létezik, mert az ő hatalmuk csak abból létezik, hogy te elfogadod a hatalmukat. Ha nem fogadod el, és azt mondod, hogy felettem nincs hatalmad, és te nem mondhatod meg nekem, hogy véleményt nyilvánítsak, vagy ne nyilvánítsak véleményt, akkor gyakorlatilag megszűnik az ő hatalma. Ez csak egy egyezményes dolog, mert te elhiszed. Ne hidd el neki. Idő mennyi? Idő. Én azt gondolom, hogy mivel... Nem, de nagy... most mennyi? Most 8 óra 3 perc van. Jó, szerintem előbb engedték be a dolgozókat, hogy az ügyfeleket ne lássák. Igen, igen, már egy ideje látom, hogy mentek be. És így nagyjából egyébként körülbelül ez volt a lényeg, hogy amíg megtelik a parkoló, amíg bemennek a dolgozók, amíg ugye az ügyfelek itt sorbáltak és végignézték azt, amit mi csináltuk, egyébként örömmel, tehát én azt láttam, hogy nagyon boldogak voltak ettől az emberek, tehát így körülbelül ezt érdemes tenni, és visszatérve oda a bojkottálásra, ugyanilyen bojkott lehet mondjuk a kilakoltatásnál, a kilakoltatást biztosító rendőr, hogy nem biztosítja, és azt mondja a rendőr, hogy nem megyünk ki, bazdmeg, oldjad meg végrehajtó, vagy Fideszes követelés kezelő cég, oldjad meg, bazdmeg, de nem tudja megoldani, mert akkor már 5-10 ember is meg tudja akadályozni, vagy a költöztető autó vezetője azt mondja, én ide nem megyek és nem csinálom meg. De ez nem megoldás, hogy elveszem a házadat, és én megveszem féláron, ezt ne csináljuk már rendben. Hát tudjátok, így van, nyilván. Ma megint megnéztem az Orbánnak azt a filmet, azt 2010, de volt az, hogy az országgyűlésben beszélt, és ott mondta, hogy senkit nem fogunk az utcára tenni, mert az alapvető lakhatáshoz mindenkinek jól van. Azzal szemben nézzétek meg, mi történik. Mondott ő már annyit. Egy év múlva kivették az alaptörvényből, tehát az alkotmányból, és helyette kreáltak egy alaptörvény, ami ugye szintén megérne egy mesét, de egyébként mindenkinek üzenjük, aki azt mondja, hogy ez az alaptörvény érvénytelen, és az egész hatalom nem lép, hát tegyen akkor ellene, hát ne csak mondja, hát gyerekek, ha csak mondjátok, akkor semmi nem fog lenni, hanem akkor mutassátok is be, hogy ez, amit most itt Orbánék kreáltak, ez a Magyarország nevű valami, ami egyébként kiírtuk, hogy diktatúra, és ha ki van írva az oszlopra, akkor az úgy van, hogy az akkor nem létezik. Ne fogadjátok el a parancsait, az utasításait, hanem ti magatok alakítsátok ki azt a szabad, de békés, tehát ez egy nagyon fontos, hogy ettől függetlenül békés, és az erkölcsösségre és a társadalmi együttélés íratlan szabályainak betartásán alapuló egész létünket, és akkor nem lesz ezekre szükség, mert ezek csak a pénzünket, a javainkat akarják, ahogy mondták, nem a javunkat, a javainkat. Ha úgy van, akkor gyakorlatilag Marikának még látom, van valami? Jó, hát tulajdonképpen annyi mindent elmondhatok, hogy most így nem is jutna eszembe semmi, de elköszönöm tőletek, és kívánok nektek is ilyen szép véleménynyilvánítós hétvégét, még ha borús is, még ha esős is, nem baj, legyetek sárga színfoltjai ennek a szomorú időjárásos napoknak, és nyilvánítsatok bátran véleményt, hajrá! És a problémák megoldásához mindenkinek tenni kell valamit. Így van. Cselekedj! Igen, Laci? Ne bízzatok abban, jön a jó idő. Abban ne bízzatok. Tenni kell érte, majd jön a jó idő. Egyébként mi szoktuk mondani, tehát sosem foglalkozunk azzal, hogy milyen az időjárás. Ugye, ha esik, ha fúj, ha 40 fok van, ha mínusz 20 fok van, mi ha megígérünk valamit, így akkor van. Bizony meg is csináljuk. Soha nem foglalkozunk azzal, hogy most elázunk, vagy szétsüt bennünket a nap. És Ilonka azt írja, hogy a követeléseket 10%-on veszik meg a spekulánsok. Na hát éppen ezért kell kinyilvánítani a véleményeteket, és ezért kell nektek is tenni, ez mindenféleképpen ezért, és sok minden másért is, de tennetek kell.
Ez olyan jó ez a vélemény, nem bírjuk abba hagyni. Tehát látjátok, jön szó, szót követ, még annyit, hogy ha már így az időjárásról beszéltünk, és az, hogy mindegy milyen időben, ugye jól ki vagyunk strafirungozva, Hegedűs Julianna, Gloriát, Workbird, mindegy, így néz ki a történet. Ugye, hogyha hűvösebb idő van, akkor föl tudjuk venni a jacket is, vagy annyit, amikor ma eljöttem, azt mondta, hogy így úgy nézel ki, mint egy kis cserkész a galléros kis sárga pólóba. Ez még a karácsonyi ajándék része. Igen. Volt, köszönjük szépen innen is. Most arra készültek el a feliratozása a galléros pólóknak, nagyon jól érezzük magunkat benne. Tehát ezt is láthatjátok, hogyha cselekedtek, akkor előbb-utóbb azért valami támogatások is el fognak indulni, amik nem csak a lájkolásban nyilvánulnak meg, hanem akár fizikailag is, tehát hogy ott vannak veled, vagy eszközöket biztosítanak számodra, és ez azért azt mutatja, hogy jó úton járunk. Hát igen, ugye pont tegnap beszéltünk róla, hogy a nem tudom melyik kézi könyve, vagy hogy mit szeretnének, hogy egységes ruhába, vagy hogy nem így mennénk be a tárgyalásokra. Megfelelő ruházatba. Hát kinek mi a megfelelő ruházat, de azért mondtuk tegnap, hogy akkor szép sárga öltönyöket és sárga kis kosztümöket is várunk sok szeretettel, mert hogy lehet, hogy majd ilyen elegánsan kell bejárni a bíróság épületébe. De én azt gondolom, hogy a bíróság méltóságát nem a ruházattal, hanem azzal lehet megszerezni, hogyha ott a bírók igazságos és olyan döntéseket hoznak, ami nem utasításra történik. És ne a jelentéktelen dolgokkal piszmogjanak, meg ne azokon rugozzanak, hanem az ország súlyos problémáit oldják meg, hiszen ezért lettek ők megválasztva. Így van. Hát akkor tényleg akkor itt az ideje most már, mert még van ma dolgunk. Egyszer igen, nem maradhatunk itt évekig, az lenne jó, ha jönnének helyettünk. Igen. Nagyon fontos, te magad is cselekedj, legyél győztes, állj a bátrak közé. Hajrá! Hajrá!